Pénteken este a Koala Bell és a Blaha Louisiana koncertjével kezdődött a fesztivál. A koncerteket a kedvezőtlen időjárás miatt a Városi Színházteremben tartották meg a vízi színpad helyett. Szombatra azonban kicsütött a nap, itt semmi sem állt a kikapcsolódás és a jókedv útjába. Jó a hangulat, elkezdődtek a programok, a táncosaink táncolnak már a színpadon, állnak már az ugrálóvárak, felépült a tegnapi nap folyamán az extrém mászófal. A rendezvényhez az idén is csatlakoztak egyenruhások. A bajai rendőrkapitányság több bemutatóval és előadással is készült erre a napra. Próbáltunk mind bűnmegelőzés, mind pedig baleset megelőzési tevékenységünkből egy kis ízelítőt hozni ide a bajaiaknak, így például a baleset megelőzéssel kapcsolatosan az egyik kollégám egy úgynevezett részek szemüveget hozott el, ami azt jelenti, hogy magát a szemüveget, ha valaki felhúzza, akkor ott olyan érzése támad, mintha alkoholos vagy pedig kábítószer hatása alatt állna. A szemüveg segítségével kellett kisebb ügyességi feladatokat végrehajtaniuk a résztvevőknek, akik nagyon élvezték a kihívást. Összemosódik minden. Minden, és az embernek a szem nem kap elég egyértelmű jelzést abból, ami bemegy a szembe, mert meg van zavarva. Nagyon ügyes, jó. És sokkal olcsóbb, mint a vodka. A mászófalnak köszönhetően pedig igazi extrém sportolónak érezhették magukat a mozogni vágyók. Olyan érzés volt fölmászni oda, mint egy igazi hegymászó lettem volna. Az ifjúsági szálló udvarán finom illatok szálltak a levegőben. Ezekben a bográcsokban igazi bajai halászlé és babgulyás készül éppen. Azt hiszem, hogy a babgulyás ez egy ilyen 50 főre készült, én pedig 25 főre készítem a bajai halászlevet egy 30 literes bográcsban. Az elfogyasztott kalóriákat a résztvevők rögtön le is mozoghatták, többek között az ugrálóvárban vagy Mihály Nóra edző segítségével. Volt aerobikusabb jellegű guggolós rész, volt benne táncos rész és boxos rész, ez a három volt benne most. De nagyon sok minden szokott még ezen kívül lenni, csak ugye nyilván nem ismertem, akik beálltak, nem akartam őket hirtelen lesokkolni. A szombati napon ezek mellett táncbemutatók, aszfaltrajzverseny és rendőrkutya bemutató is várta az érdeklődőket. A program a vízi színpadon zárult egy hangulatos koncerttel és a vízi szökőkútra történő vetítéssel.